Latin-amerikai nagykövetek érkeztek Pécsre a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetbe a közelgő Vincenap alkalmából. Chile, Argentína, Peru és Mexikó külképviselői kóstolhatták meg a helyi nedüket. A bemutató közben kötetlen beszélgetés keretében ismerhették meg a különböző országok szőlőtermesztési és bortermelői technológiáit. Az Agrárminisztérium nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára szerint, aki fenntartható módon szeretne termelni és művelni, annak a Pécsi Egyetemet érdemes felkeresnie. Magyarországnak van mit ajánlani a világ számára borászati és szőlészeti kérdések között, és én úgy érzem, hogy most ennek a mostani eseménynek ez a legnagyobb jelentősége, hogy megmutathatjuk, hogy mi az, ami számukra is érdekes lett az új világban. Mert hogy már az új világban is tudják, hogy hozzánk kell jönni, amennyiben tényleg fenntartható módon kívánnak termelni, és hosszú távon szeretnének sikereket elérni borászati szőlészeti területen. Bencsik Dávid hozzátette, hogy az exporton is kell javítani a Magyarországnak, ugyanis még hazánk közel dupla annyi mennyiségű bort szállít külföldre, mint Ausztria, jóval kevesebb bevételt termel, mint a szomszédos ország. Éppen ezért többek között hatékonyabb technológiai megoldásokat fejlesztenének ki a Pécsi Kutatóintézetben. Nem mindegy, sem mint fogyasztó, sem mint gazda, hogy egy hektár vagy a szőlőmet azt kétszer permetezem, vagy 12-szer egy évben. Mi azon leszünk itt a Kutatóintézetben, hogy minél kevesebb permet kijuttatásával tudjuk megvédeni, és magas minőségű szőlőt vagy bort termelni évről évre itt Magyarországon is. Ilyen újítás például az a módszer, amelynek bármi kísérleti fázisban van, az a célja, hogy a villamárvizek által sújtott területeken minél jobban megkössék a vizet. A tavalyi évben egyébként már közel 400 kísérleti bortételt is előállítottak a pécsi szakemberek, amiket hamarosan az ország borászai is megkóstolhatnak, így új technológiákat is megismerhetnek.